Tisztelettel köszöntjük a kedves hallgatókat és a YouTube csatorna nézőit. Háttérkép Borossal Bogárral, szevasztok! Helló, sziasztok! Uh, filozofáljunk. Így van, <laughs> persze, az <történt. gül> A világ annyira rettenetes és elviselhetetlen, <laughs> hogy inkább filozofálgassunk <laughs> egy Igen. kicsit. Uh, ahogy Imre itten ideírta nekem a téma javaslatba, azt némiképp megpróbálom összefoglalni az elején, és aztán Ugye Ugyebár mi sokáig azt hittük, hogy a demokráciának az a lényege, hogy népképviselet van. Vagyis, hogy a nép időről időre megválasztja a képviselőit, ők beülnek a parlamentbe, a szavazási arányokban, és annak megfelelően alakul kormány, koalíciós, vagy hogyha valamely párt olyan elsőprő sikert adat, akkor hogy egyedül is képes kormányt alakítani, akkor egyedül. Ő regnál általában négy évig, aztán újabb választás jön, vagy leváltják, vagy marad, vagy kiegészül valami más formációval. Népképviseleti demokrácia. Amíg itt ücsörögtünk a hajdan volt berlini fal szarabbik felén, Addig irigykedve néztük a nagybetűs nyugatot, uh -huh. hogy lám, lám, ott népkép demokrácia van. Ó, a nyugat, a nyugat. A nyugat. Te Most meg úgy... a hazafias névfront listájára bírtál 99,8%-kal <tart> szavaztál. Az, az volt az egyetlen lázadás, amikor a, a mi Avit rendszerünkben, amikor az MSMP jelöltje helyett a hazafias néfrontra X-eltél, és akkor már föllázottál. <tart> bocsánat, 85-ben már kötelező volt kettőt jelölni, ja, igen. és alternatív jelöltek is voltak, én is egyébként tessé, fel is kerültem tessé, a listára, Miskol szól az csak 85-ben vagyunk. Most ne vagy megszavaztak? Hát ö, úgy fogalmaztam később, hogy önkéntes visszalépésre kényszerítettek. Igen. Na, haladjunk tovább. De ez volt. Ma már úgy tűnik, hogy nem ez van. Nem egészen. Ma úgy tűnik, hogy a fényességes nyugat, hát hogy is nem csak olyan idejét múltnak és avitnak tekinti a népképviseleti demokráciát, és ma már lassan teljesen mindegy, hogy egyébként a nép kire szavazott, milyen kormány van, ez mind le van szarva, mert most jogállam. Érted? A jogállam az meg azt jelenti, hogy még egyszer mondom, attól teljesen függetlenül, hogy kikre szavaztak a népek, meg milyen kormány van, meg kikülnek a parlamentben, ma már csak az számít, hogy a jogállam fétisének nevében valakik semmiképpen sem alulról fölfelé, Nem. hanem felülről lefelé elkezdenek a nép által választott képviselők helyett, mellett, azokat semmibe véve, hát gyakorlatilag azt kell mondjam, szinte már, már törvénykezni. És ennek a folyamatnak ugye nagyon hatható és egyre befolyásosabb részét képezik az úgynevezett NGO-k, vagyis civil szervezetek, akik, akiket soha a büdös életbe senki semmire nem választott meg, ellenben bizonyos világpolitikai babírokra törő emberek fizetik, pénzelik őket, kvázi mint a saját érdekérvényesítésüknek a meghosszabbított karjai, ezek a civil szervezetek, amelyek minden országban jelen vannak. Tessék mélyen meghallgatni, 90 fokban legalább ilyenkor. És a választott parlamentek, kormányok helyett, mellett, illetve azokat, a leggyakrabban, a szó legszorosabb értelmében revolverezve és sarokba szorítva törvénykeznek kvázi. Magyarán állam az államban. És a népképviseleti demokráciá zárójelbe tétetett, van helyette jogállam, bármit is jelentsen ez, vannak helyette ezek a civil szervezetek, NGO-k, amelyek pontosan tudjuk, hogy kik által vagynak finanszírozva. A nép meg hát vagy néz hülyén, vagy már föl se tűnik neki. Na hát akkor ezt kéne, akkor itt most körbejárjuk. Hát ugye Kérlek, ez várjuk. egy nagyon érdekes dolog, ugye mi is, ami... Műsorunknak a címe most már másfél évtizede? Hát térkép. térkép. Azért van egy ilyen műsor, vagy azért kezdtük el annak idején, ha jól emlékszem, még valamikor tizen, 11-ben, 11 egy ilyen augusztusi meleg napon, a Gellért környékén, hogy esetleg bizonyos dolgokat feltárunk, amiről nem illik, nem szép dolog beszélni. Nem szép, nem PC. Nem jogállami. Az aztán végképp, nem? Nem jogállni, nem PC beszélni, de ezekre szerintünk ma már ez visszaigazolódott. Azért fontos beszélni, mert bizony ezek a dolgok, nagyban meghatározzák az életünket, és egyre nagyobb mértékben most már azt mondanám, a veszélyes szakaszba került az egész, veszélyes szakaszba, életveszélyes szakaszba jutottunk. Sajnos későn ébred az emberiség. Lehet, hogy mi is fölébredhettünk volna először. Ébredgettünk, de ilyen fénótás, mit tudom, minek mondtak. Nem nagyon volt nyilvánosság, és hát köszönet, azoknak a vezetőknek, akik annak idején ezt lehetővé tették, hogy egy ilyen tényfeltáró dologgal legyen foglalkozva. Először ilyen egzóta, egzotikus dolog lett, azt egyre többen. Tehát akkor miről is van itt szó? Ugye igen, annak idején hát mindannyian én felnőtt fej, bőven felnőtt fejjel fordultam be a rendszerváltásba, akik ma, mit tudom én, húsz évesek, azt se tudják, miről beszélünk valószínűleg hogy olyan időket, évtizedeket éltünk meg, amikor baromira eljátszották a demokráciát. Azt mondták, hogy a hazafias népfront, ami egyesítette a korábban meglévő pártstruktúrát, elvileg, elvileg, akinek ugye mondani valója volt, azt kipenderítette és akkor természetesen nincs gond, mert hogyha erre a népfrontra szavazunk, akkor nincs baj, ez egy vanalistán, és aztán kész, és akkor elmenegettünk időnként, ugye, és ja, és akkor mérgesek is voltak, ha nem mentél el, mert elvárták tőled, hogy mit tudom én, részt vegyél legalább 99,99. ,99 aki, aki még nem vett részt, hát azt megjelölték a házszával, stb. stb. Na, Na szóval, akkor térjünk vissza, hogy végül is honnét, vagy elvileg ugye a hatalom a népé kéne, hogy legyen, a nép akaratot kéne kifejezni a hatalom gyakorlóknak, és azért választják őket, időről időre meg csereberélik őket, ha esetleg nem úgy viselkednék. Mi a legfontosabb itt? Hát én most Svájcet mondanám, hogy a Svájc, Svájc még őriz valamit ezekből a hagyományokból. A nagyon komoly kérdéseket meg nép szavaztatják. És azt mondják, ha a népnek a fele elmegy, vagy egy kicsit több, és amit az többségében mond, az van pontom. Ha nincs benne törvénykönyvben, akkor gyorsan be kell rajzolni, és a parlamentnek nincs fölülbírálása, meg alulbírálása, meg a jogásztársadalom, meg jogi fejtegetések, meg jogprofesszorok, nincs semmi, pifpó be kell érni a törvénykönyvbe helyek közze haragszanak is ezért a svejciakra. Haragszanak, mert helyi szinten, tehát önkormányzati szinten, városi szinteken és országosan is e, alkalmazzák a népszavazás intézményét. E, például olyan esetekben is, néha mellé fognak persze a svejciak, mert nincsen tudásuk. Legutóbb egy olyan népszavazás volt, hogy csak a Svejci Nemzeti Bank által teremtett pénzzel lehessen e, működni. Ezt leszavazták a népek. Nem tudom, hogy mit tudtak a pénzelméletből. Valószínűleg nem jártak Hagenmaier professzor, meg Ries professzor iskolájába. Tehát azt leszavaz, nem kell. De egyébként ez egy helyes dolog. Na most nyugaton ilyen már hova tovább nincs. Vagy olyan bonyolultá teszik, hogy annak az előkészítése, főként ha azt a választó akarja, kormány nem akar ilyet, nem kérdezi meg a népet, választó akarja, akkor hát a pokló poklát kell végre járni, mire valami ebből lesz. Nálunk meg megszokták kérdezni a népet, illetve ha a nép kellő számban támogat egy kérdés föltételet, akkor nem nagyon lehet vaszakolni, meghatározott azt hiszem 250 ezer 000, 250 000 aláírás, ami azt jelenti, hogy két és fél az magyarságnak aláír egy kivet, az nem van túl sok, akkor azt a kérdést ki kell rakni népszavazásra. Tehát a népszavazás intézményét eleve eliminálták. Na most ugye lehet nálunk az állampolgárak kezdeni, de a kormány is megkérdezheti időnként a népet. Ha a népnek például nem jutna ez így eszébe, de nagyon akut a kérdés. Hát legutóbb volt egy-kettő ilyen, ugye? Megkérdezték őket a fiatalok védelmére szóló kérdésben. Hú, mi lett ebből? Jaj, 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 kint a Brüsszelbe. Megkérdezték, hogy akarunk-e másokkal egyetérni. Na most Ezeket az eredményeket aztán mi szépen bevezetjük, beírjuk a matrikolába, a törvénykönyvbe. Tehát magyarok úgy döntöttek, hogy ők maguk döntik el, hogy kit engednek be az országba. Puff, nálunk ebből törvény van. Le lenne még egy-két ötletem, de most én befejezem, hát mert rengeteg a kérdés. Még fog, sok kört fogunk futni, csak Lacihoz fordulok, mert ugye témánk nyilván ugyanez, de hagyj hozzak ide még egy gondolkodnivalót. Sok-sok héttel ezelőtt, csak ilyen viccesen, már ugyanebben a stúdióban én megemlítettem, még nyáron volt, hogy egy amerikai egyetemi tanár egy szép hosszú cikket publikál, nem akárhol a New York Times-ban, ha jól emlékszem, amelyben azt fejtegette, hogy eleve a szabad választás az tragikusan rossz. Azt el kell felejteni, mert szabad választáson a hülye nép olykor teljesen balga embereket választ meg. Sőt, azt is kifejtette ez a segg, hogy eleve akik indulnak a választáson, figyú, azok akarják a hatalmat, az már eleve rossz. Hát az nem jó. Így aztán a szabad választást el kell felejteni, és helyette hogy is fogalmazott, ilyen véletlenszerűen, így sorsoláson ki kell választani a képviselőket, meggondolom az elnököt, és akkor, ha nem tetszik, akkor azt meg majd visszasorsoljuk a szemétkukába. Ez volt a remek ötlet. Na most... Persze, nem, az... nem szóval tetszik újra sorsol. Újra Addig sorsol. Szóval ez... Addig, amíg az eredmény ki nem jön. Hát Ezen az ezt. ember ugye hajlamos röhögni, mert mi mást is tehetne, de ha ez a New York Times vélemény a Washington Post. ...vezető írása, és kiegészítjük mindazzal, amiről már itt az elején beszéltünk, ez a jogállami bullshit, amit tolnak, meg az a civil szervezetek terrorja, akkor már nem is olyan nevetséges, Laci. Hát ez is azt, ez imént, egyébként óriási globális sajtója volt, aztán persze ennek érthető módon, mert azért legyünk őszinték, itt azért számos kényes kérdés vetődik fel. A Maga a probléma egyébként 2600 éves, mert Platon volt az, és aztán Aristoteles, aki ugye az ő tanítványa volt, aki először Én értekezett van. ezekről, aki maga a demokráciás. Tehát azért érdemes akár csak néhány percre így odáig visszamenni, mert Platon elképzelése teljesen érthető módon ők a, az emberi létezés számára a legjobb berendezkedést keresték. Tehát arra voltak kíváncsiak, ami egyébként máig élő kérdés. És hogy megoldatlan jó, kérdés. És megold, hát nagyon úgy <laughs> néz ki, hogy túl sokat nem jutottunk előre, hogy, hogy egy emberi közösség mikor cselekszik helyesen. Tehát amikor önmaga lelki, erkölcsi, szellemi, a fizikai testének népesedését, például egészségét, és persze a gazdasági, tehát az anyagi fizikai fenntartását, tehát azt a valamit, amit az élet újrateremtésének nevezhetünk egy emberi közösség esetében, hogyan kellene igazgatnia önmagát. És maga a kérdés egyrészt abszolút jogos, és 2600 éve papírunk van róla, hogy ez kérdés. Nem nagyon hiszem, hogy ez alatt a 2600 év alatt megnyugtató eredményre jutottunk volna. Ez a New York Times cikk egyértelműen jelzi is, hogy az a beszédtér, ahol ezt az, ezt az egyébként valóban alapvető kérdés, hogy hogyan igazgassa magát egy emberi közösség, hogyan szervezze meg, mikor cselekszik. Helyesen Platon hatféle berendezkedést sorolt fel, és bizony a demokrácia nem végzett túlságosan, mert ő azért rangsorolta is ezeket, tehát ő neki a demokráciáról, ezt gyakran elfelejtik, az ezzel foglalkozó elmélettörténészek is érteni, érteni vélemény. Nem volt túlságosan jó vélemény Nem volt dobogós. Az volt igen. Ő úgy vélte. hát el, is azt mondta, hogy, hogy demokrácia nem perfekt, de nincs jó van. Rosszabb rengéte? Hát Minden. Majd ide, ezt is érinthetjük, így van, de itt, itt még mindenféleképpen szükséges újra és újra rögzíteni azt, hogy, hogy Platon alapvető érve az volt, hogy az a berendezkedés, ami a népuralom, tehát a demokrácia, az Esetek nagy részében állandóan fennáll a veszélye annak, hogy a népre csak hivatkoznak. Tehát a nép kizárólag azért kell, hogy hivatkozzanak rá, de valójában ez csak egy álca, tehát egy diszkrét spanyolfal, mögötte nagyon is oligarchikus döntések, tehát a, ugye az oligarchia az a kevesek uralma, tehát a néhány, néhány rejtett hatalmat gyakorló uralmi, uralmi központ, a nép tehát csak hivatkozási alap. Ez az egyik dolog, egyébként ha az elmúlt 2600 évet áttekintjük ebből a szempontból, hát szóval nehéz, nehéz lenne cáfolni. Platon véleményét, most is az imre azért hozta elő. Tehát a nép kizárólag csak hivatkozási alap, most látványosan ezt éljük át. Az egy nagy kérdés, most visszaugorva a mába, hogy most történik valami nagyon súlyos és valami negatív dolog, vagy mindössze annyi történik, hogy Lehulla, lepel, és eddig is így volt, minden eddig is így volt. Én azért hajlok erre, hogy eddig is így volt. Csak legfeljebb most látványosabban, különböző okok miatt, most látványosabban teszik azt, amit egyébként eddig diszkrétebben vagy jobban odafigyeltek, legalább a formális, procedurális folyamatokra. És itt nagyon fontos azt is rögzíteni, hogy én egy, e, 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 beszélgetünk már néhányszor erre, én a magam részéről egyébként nem hiszek a demokráciában, Tehát nem, és a, van ennek egy nagyon egyszerű, gyakorlatilag is átlátható filozófiai oka, hogy a többség száz is tévedhet. Egyébként az Imre, nagyon érdekes, amit az előbb mondta, Köszönjük köszöni szépen az igazság, köszöni szépen jól van, ha százszerzalék ellene szavaz, akkor is az az igazság, ami nulla szavazatot kapott. Ez, És az imre, imre, Ez mind igaz. Bocsánat, az Imre egy Majd nagyon fontos áll, dologra hívta fel éppen a Svájccal kapcsolatban. Jó, erre persze az a válasz, hogy jó, jó, de valamit csinálni kéne, nem? Már rendben van, de hát azért még, még csak nagyobb a valószínűsége, hogy a többségnek igaza van. Egyébként ebben lehet némi igazság, hogy nagyobb a valószínűsége, hogy a többségnek igaza van. A valószínűség nagyobb, de attól még gyakran előfordulhat olyan helyzet, hogy a 100% téved. Tehát például az, hogy Persze. a Föld a világegyetem központja, az legalább 2000 éven keresztül akárhány népszavazást szerveztél volna, mindig 100%-os többséget kapott volna, hogy igen, a Föld a világegyetem központja, ma már egy kicsit árnyaltabban látjuk ezt a kérdést, de csak azért, és itt ugye a neves pénz pénzelmélet elméleti professzorokra céloztál, hogy ugye Svájcban is dönthetett rosszul, ez egy közelmúlt belőd, dönthet rosszul a nép, Hajna. és akkor itt van, itt, itt van a legkényesebb dolog, de miért dönthet rosszul, a, vagy például vicces, itt is felvetődött, hogy mondjuk paks 2 tehát PAKS bővítése kapcsán, hogy a népszavazás kell, mert, bocsika, de ugye van 6 vagy 8 millió, bocsánat, szavazásra jogosult állampolgár Magyarországon, abból maximum 800 van aki ezt a kérdést érdemben meg tudja egyáltalán ítélni, és mondjuk van 80, aki ténylegesen tud dönteni. Na most akkor, bocsika, az a, 8, az a maradék 7 millió 900, tudom én mennyi, akkor minek alapján fog ezen a népszavazáson részt venni? Tehát van egy roppant kényes kérdés, Tisztosan. hogy vajon kompetens-e tehát tehát mi határozza meg az, hogy azok, akik döntenek, azok valóban kompetensek, tehát valóban alkalmasak a tudás, többféle szerkezetű tudás van, a tudás minden elemével rendelkeznek -e ahhoz, hogy ez, a, hogy ez a döntésük, ez valóban felelős legyen, vagy mint amire egyébként Platon felhívta a figyelmet, egyszerű manipuláció áldozatai. Tehát, tehát az győz a választáson idézőjelbe téve, akinek jobb manipulatív technikái vannak. Ha felidézzük, egyébként nekem ez a kedvencem, az ember tragédiának aténi színét, hát azért ott hát történik néhány dolog. Ajánlom mindenkinek a figyelmébe, ugye több változatban is megnézhető már nyilván, például akár Jankovics Marcel zseniális rajzfilmjén is, mondjuk az egyik legdöbbenetesebb, amelyik még vizuálisan is ábrázolja azt a szörnyűséget, tehát azt a mocskos hazugságot, azt a pusztító mocskot, amit egyébként demokráciának neveztek akkoriban, és amit uh, madács, hát volt szíves. <coughs> uh... <laughs> yeah így interpretálni. Mielőtt... Tehát nekem sok bajom van azért ezzel a kérdéssel. Én melljunk. örülök, hogy ti optimista módon, procedurálisan azt elfogadom, vannak bizonyos, és Churchill is erre célzott, hogy gyerekek, tehát van egy helyzet, ahol két, dolog, két, két lehetséges eljárásmód van. Vagy egymás torkának esünk, tehát a, dzsungel, a dzsungelkönyve, tehát a vadnyugat, mindenki azt csinál, amit akar, és állandó polgárháború, az, ez az egyik lehetőség. A másik, hogy megpróbáljuk valami rendet belevinni ebbe, de nagyon fontos, hogy ez csak egy procedurális rend, ez, erre az, az, ez arra az alapvető kérdésre, hogy mitől lesz kompetens az, aki dönt, tehát ebben az esetben a nép, tehát honnan lesz tudása a népnek arról, hogy a hihetetlenül bonyolult, mert egyre komplexebb a társadalom, a hihetetlenül bonyolult tudásokat, és ráadásul sokféle tudást, tehát univerzálisnak kellene lenni minden állampolgárnak, aki mondjuk a pénzügyi legalapvető folyamatoktól a Pax 2 bővítéséig mindenben kompetens. Tehát csak ennyi a probléma. Urak, mielőtt igen. énre tovább viszi a szót, azért ha már idehoztad az ember az én nagy szerelmemet, ám, nem csak az aténi színben vannak fontos megállapítások. Én meg a meg 23 ban született, illene megünnepelni. Nem csak, ő. Ő, nem csak az aténi színben, ő. de már az egyiptomi színben. Yeah, hogy is hangzik jön, ott persze. az egyiptomi színben? A nép a végzet arra ítélt állata, mely minden rendnek malmán húzni fog. Már ma menst fel, holnap új urat keres magának. Elég pontos. Ja, És Miltiádész a témbe pedig csak hát annyit mond, mond a csőcseléken végignézve, hogy egy álva népet fél. meg nem átkozom, hát hiszen fogalma sincsen semmiről. Na, e, ugyanakkor... Ha, ha most úgy tevődik fel a kérdés, meg értem mindazt, sőt, hogy ne értelém, amiről Laci beszélt, de ha úgy tevődik fel a kérdés, hogy a nép időről időre urnákhoz járul és kifejti akaratát, vagy úgy vetődik fel a kérdés, hogy ezek a bizonyos jogállamiságba ájult, ami egyébként semmit nem jelent, csak a a néptől teljesen független entitások érdekérvényesítő képességeit. Tehát ezek a... Hát valamilyen oligarchikus, hát, Ezek a civil mát, szervezetek döntik el, hogy valójában mi történik, akik, akik mögött, akik pontosan... Gyerekek, két idézet egy példára, Jö. és akkor Imre folytassa a gondolatmenetet. Ugye Kölcsei mégiscsak a himnuszunkat szerezte, 1837-ben megírja ezt a Parainézis Kölcsei Kálmánhoz című, egy zseniális kis mű Parainézis, ilyen, ilyen erkölcsi er intelmek a kereszt És abban van egy rész, azt imádom, az egészet imádom, de ezt különösen, mikor már 1837-ben azt fejtegeti, mai fogalmakkal úgy írhatnak le, hogy mi is az a globalizáció, meg mi ez a kozmopolitizmus, és akkor leírja, hogy minden ember egy lámpa, ami fényt sugároz, de ha kivesszük a közegéből, és kivisszük a világba, akkor a fénye el fog tűnni. És azt a legszebb mondat. Egy Leonidas csak spártáért, egy rényi csak Magyarországért hallhatott meg. És aki azt mondja, hogy az egész világot és minden embert szeret, az nyilvánvalóan hazudik, az vagy boldog. De, de nagyot. Írja a 1837-ben. voltak Vagy eltelik 110 év, és 1947-ben jön Karl Popper, a bécsi osztrák zsidó filozófus, megjelenteti nagy művét nyitott társadalom címe, mintha csak visszaüzenne a össze, össze azt, amit oh, össze Visszaüzen köl a mi kölcseinknek, De, és azt ide. írja, megint idézet következik, hogy mindenki, sőt bárki, aki saját nemzetét, népét, kultúráját, saját politikai közegét a többiek elé helyezi, az akár tudja, akár nem, diktatúrát épít, oh. írja Karl oh. azt aztán begyár oh. mindent. A dc, És meg, megfogalmazza az ja. egész globális, globalizáció úgy, úgynevezett filozófiai alapvetését, ebbe szeret bele ez a Soros Sorok György Márcsa, tetű, aki azóta ezt próbálja meg érvényesíteni az ngo in keresztül. És senki nem kérdez meg a népet, hogy egyébként szeretne -e hányszor beszéltünk már ebből a stúdióban erről, ki kérdezte meg a német Hanzit, meg a francia kicsi zsánt fönt Bordóba, hogy figyelj, te szeretnél összenyitva letni 86 millió muszlimmal? Van ehhez kedved? Baszod. Nem kérdezték meg, ha van hanem oda Ha van diktatúra globális, hát akkor az ez, ez aztán a javából. Na. Na. kérem szépen, én Bogár Lacival egy kicsit az úgy vitatkozik, az én szemléletem egy kicsit más. Én azt mondom, nincsenek a társadalomban vegy tiszta dolgok. A természetben se nagyobb vannak. mindenbe valami picit belekeveredik. Ha csak a demesvényeket vesszük, az arany, ezüst, stb. nagyjából úgy, rész, úgy egymás környékén vannak, de tisztán nemnek. Vagy van egy hatalmas víztározó, itt mondjuk egy városvízét. Ha véletlenül egy kutya belepiszkít. Hát tiszta az, is nem tiszta, de, de még iható. Ha egy 200 literes feká ezért hordót belegurítok, akkor már eléri azt. Az Tehát gyakorlatilag azt mondom, a demokráciát is én így kezelem pragmatikus oldalról, mert ha nem pragmatikus oldalról kezelünk, akkor megint oda jutunk vissza, hogy majd valaki megmondja, hogy valakik megmondják. Lehet, persze, lehet azt mondani, az okosok, hát sokan mondják, és nem van dolgunk, majd az okosok ott föl megmondják, ugye? Tehát én ezt a demokratikus ügyet nem mint valami idealizált, nem mint valami javíthatatlan. Sokat is lehet rajta javítani, csiszolgatni, jobbról, balról. Ugye a népszavazás intézmény nagyon fontos, vagy jól teszed fel a kérdést, azért az egyszerű ember is megszokta érteni. Legalábbis úgy kell feltenni. Nálunk ugye azt is megvizsgálják, hülye kérdés, kidob a társul, az arra illetékes hatóság, hogy azt nem lehet föltenni, mert a polgár azt se tudja, miről van szó. Tehát egy kicsit nem vett tiszta módon teszem, és akkor már mindjárt másként van, mert igaza van a hogy a háttérbe Oli oligó, ugye több a játékos, mihány oligopolisztikus mihányak, a mihány páran mihányak, összefognak az egész piaca jó kézének, olig, oligarchák, akik így összefognak, mert egyébként ők mindig készek erre az egészre. De hát erről szól a világ, a, a, mindig erről szólt. Nagyon erről szólt, hogy az ilyen törekvések, meg a másik oldalon a demokratikus lehetőség az összes maga gyengeségével egy, egymásra harcban van, és néha-néha, hát azt mondjam, hogy igen, demokráciában is lehetnek balfogások. Vagy egyszerűen, hát csak én egyet mondjak, ugye a Szovjetunióban a kommunizmus nem demokratikus procedúrákon keresztül, hanem erőszakos procedúrákon keresztül nyerte a létjogosultságot, szári családot is lemészárolták, vagy tőle mennyi halott volt. Mellesleg, csak úgy mellesleg mondanám, ugye a harmadik birodalomban, 33-ban a Reichstag szavazása tette lehetővé, hogy a hitleri adminisztrációt úgymond felhatalmazták Kormányzati keretek között azon intézkedések megtételére, amit az akkori Németország nyomorából ugyan kiemelted, de hogy hova vitte, arról ne beszéljünk. Tehát igen, de a demokráciában is lehetnek balfogások. Balfogások, és ezek a balfogások bizony néha nagyon sokba kerülnek. De azért nem becsülném le azt, hogy egy demokratikus keretek között a feleknek mindig megvan az esélye, hogy persze jól vagy rosszul, a választó közönségét valahogy támogatják. Mondtatok a, 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 paksot, hát persze, még nekem sincs nagy dunsztom arról, hogy pontosan hogy működik az atom erőmű, úgy nagyjából tudom, de hát igazán szakértő szakértői szinten nem, de az, azért csak tudom, hogy kiszámítható, hogy egy kilovatt óra mennyire áll elő, és ha összevetem azzal, hogy ha az atombomba fölrobban, mekkora kárt okoz, meg hogy a világban olyan nagyon sok nukleáris baleset nem volt, relatíve nem, akkor ezt a rizigót még elvállalhatja a társadalom azért a teménytelen előnyét. Tehát ezt kell valahogy a polgár fejébe bejuttatni. Mert hát tudunk ö, olyan dolgokat, hogy azt mondja, fú, én nem merek repülőre ülni, mert leesik. Hát leesett, persze, hogy leeset. de, Na most, de bocsánat, csinál, ezer, ezer, ezer százalékkal nagyobb az hát esélye, hogy nagyobb, mint motorbiciklizel, vagy autózol. Tehát azt mondanám, ne vegy tisztán nézzük, vagy hát nem is, igen, lehet. Lehet persze, és ez fontos fejtegetés, hogy mindent szépen vizsgáljunk meg részleteibe, de, de egy, akkor, akkor, eh, akkor a döntéstől távol kell. Egy hagyvessek föl, van, most, hogy hallgattalak titeket, most ez jutott eszembe, és kíváncsi vagyok, hogy <kül> Laci, meg te is mit szólsz hozzá. Kicsit visszatérve, hogy a nép kompetenciájának kérdéséhez, meg mondjuk a népszavazáshoz is magához. Uh, van egy olyan rettegésem, hogyha annak idején, mondjuk most csak vegyük a 20. század két írtózatos világégését, ha annak idején mindenfél a háború kitörése előtt rendezett volna egy népszavazást, amelyben azt az egyszerű kérdést teszi fel, hogy legyen-e háború, megtámadjuk-e ezért, meg ezért, meg ezért, ezt, meg ezt, meg ezt, avagy sem. Az első világháborúnál biztos vagyok benne, hogy, az igen, hogy igen lett igenre. volna a válasz, mindenki megszavazta, hogy menjünk háborúzni. Én a háború, az persze. Éjjön. Éjjön. A második világháborúnál pont az első iszonyata miatt kétségesnek tartom. Hát de... Mert a fiúk háborúztak ott már, Éjjön. az apák még emlékeztek, hogy de, mekkora balhéle. De hagyj vessek föl most korunkra nézvést. Tegyük fel, hogy minden valamire való, nemzet beírná az alkotmányába, hogy háborút indítani csak úgy lehet, hogyha népszavazást tartunk előtte, hogy a nép hajlandó -e és akar-e háborúba menni. És ezt ma már ki lehetne egészíteni azzal, és szerintem ez csak nem is fantazmagória, hogy a népszavazást úgy lehetne mondjuk háború indítás kérdésében kiírni, hogy előtte akár a mesterséges intelligencia az kiszámolná. A megtámadandó félnek ekkora a hadserege, ilyen és ilyen mennyiségű bombával Optimalizációs rendelkezik. modell. Figyelj, és amennyiben megindul ez a háború, ön, tisztelt nép, a teljes népesség 30%-a másfél éven belül halott lesz. Vagyis biztos lehet benne ön, tisztelt nép, férje, fia, nagyapja, gyereke, számolja meg össze fog a, a családot. Hajni. Ezen tudás ismeretében óhaj te jön háborút vagy nem. Na, Bocsánat, azt is ez... hozzá kellene, hogy kik hogyan fognak meggazdagodni viszont, tehát hogy az ki seros. lesz a nyertes <laughs> ki és ki lesz, lesz a vesztes, igen. Tehát a... Így van, így van. Azért ennek az információnak a birtokában érdek, érdekes lenne tudni, hogy mi, milyen népszavazási eredmények születnének. Bezond. Na, szóval a nem kerülhető meg az a legalapvetőbb kérdés, igen, ez két szálon fut ez a történet. Az egyik, amiben nyilván mindenki egyetért, hogy a totális mindenki, mindenki ellen, mindenki egymást torkának esik, tehát a permanens gyilkos polgárháborúhoz képest nyilván minden jobb. Tehát valami gyerekek, valami rend, rendszert kellene vinni az egészbe, és erre szolgálnak a procedúrák, tehát abban nincs vita közöttünk, meg úgy általában szerintem senki visz, hogy kell egy intézményrendszer, amelyik megpróbálja szabályozni a különböző akaratok egymással szemben, mert erről van szó, hogy, hogy hihetett több dimenzióban egy hihetetlenül bonyolult, minél komplexebb egy társadalom, annál több ellentétes akarat feszül egymásnak, és ezt valamilyen módon szabályozni kell, vagy ha teljesen elengedjük, akkor az a totális pusztításban vezet. Eddig, maga. így van, az a teljes anarchia. Eddig mindenki teljes mértékben egyetért, csak azt viszont mégiscsak látni kellene, hogy önmagában a procedúra, tehát az, hogy szigorúan szabályozott procedurális keretek között lehet akaratot nyilvánítani egy komplex társadalomban, ebben teljes az egyetértés, csak önmagában a procedúra még nem ad választ, nem is adhat, nem is ez a feladata, mert az egy technika. Nem ad választ arra a döntő fontosságú kérdésre, hogy akik ténylegesen döntenek, és hangsúly van, -e, akik ténylegesen, mert formálisan persze mindig a nép dönt, hogyha olyanok a, a procedúrák, hogy azt demokráciának lehet nevezni de hogy ténylegesen hol születnek a döntések, és hogy valóban ott születnek-e a döntések, ahol megvan, megvan a kompetencia, és akkor még azt is feltehetnénk, hogy jó, jó, de ez a kompetencia mire irányul? Ha már itt a úgynevezett szocializmust emlegetted, akár a Szovjetunióban, vagy mondjuk itt, ugye mi is átéltük, ezt munkás-paraszt hatalomnak hívták, ugye a munkásosztály hatalma. Na most egy valami mindenki számára biztos volt, hogy na, hogy, a, hogy ha egy valaki nem. nem uralkodik, akkor az romlik a munkásosztály, meg a, munkás, a, osztálya, meg a munkás, munkás, meg a paraszt. Tehát, tehát egy valamit biztosan lehetett tudni, egyébként ez a nagyjából a mai demokráciákra is igaz, sajnos, hogy mindenki uralkodik, a nép biztosan nem, vagy a nép nagy része biztosan nem, de az a nagy kérdés, hogy akkor kik és ugye, ha Soros György és ezek a. Tehát szóval látjuk a mai világban is, gyerekek, nem gondolhatjuk komolyan, hogy egy nemzetállam szintjén valóban a nép dönt arról, hogy neki milyen legyen a sorsa, éppen a háborúval kapcsolatban. Ha egyszer el van döntve, megjelent az a levelezése, ugye Vilmos Császárnak, meg Miklós Csárnak, akik rokonok is voltak, meg jó barátok is és ö, ott melankólikusan elmélkednek azon, hogy csak ö, hülyebb bábfigurák vagyunk ebben az egészben néhány hónappal az első világháború kitörése előtt, mert úgyis mások döntik el. Hát egy a, a, a világ két, két főhatalma, a cár meg a császár, melankólikusan arról érdekeznek, hogy úgyis más dönti el. Hát gyanítom, nem a népre gondoltak, amikor úgyis a nép fogja nem. eldönteni, Hűre hogy nem. Várja, várja, csak most megint... Én leszek megint egy kicsit optimista az utolsó Igen. körben, és adom Imrének a nagyjából a végszót is. Mert mindez igaz és értem. Ugyanakkor, ha semmi, gyerekek, ha semmi más, 14. éve Magyarországon, ő felsége a nép, mégiscsak újra és újra, rá tudta tenni a voksát. Van valami oka. A, lét, a létező legjobbra. És ha semmi más, de az, hogy azt felismerte a, a magyar néptöbbsége. A lehetséges legjobbra. Annyit felismerte a magyar néptöbbsége. Most már azt másfél évtized. A, a legkisebb rosszra. Mert a többi még szarabb mondja. A magyar néptöbbsége. Én, 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 én a létező lesz. legjobbat A javítható, a javítható mondom, legjobbra. De van, hogy, tehát ha semmi más, de az, hogy nem enged, a magyar nemzet, hogy rászabadítsák Persze. a világ armageddonját migráció képében. A muszlim hordák nem gyilkolnak a magyar utcákon. Hogy nem engedte, hogy végképp zárójelbe tétesse az LMBT kulobbi, a maradék kicsike erkölcsi fogódzókat is, és a gyerekeiből komplet idiótát csináljon. Hát ha semmi mást, ha erre képes volt, akkor a már most ki kell az... tüntetni Jó, a népet. nem arra mondat, arra a Figyelj, Így van, a Igen, de ebben a tradicionalitás normalitása uralkodott. Tehát itt egy, ez egy véletlen. Tegyük hozzá, ha körülnézünk a világban, ez egy a véletlenek hihetetlen szerencsés összjátéka, hogy a népben is ott van még a hagyományos Igazadban, normalitásnak a minimuma, egy, egy lép, és az uralkodókban egy, is. Ott egy lépéssel hagyd menjek tovább, egy. végül is kimondtad a lényeget. Nem csak a népben van ott a normalitáshoz való ragaszkodás egy. és a tradicionalitás, hanem ellentétben a, a nyugattal itt a még van egy politikai is, osztály, osztály amelyikben ugyanez benne, van, Sőt, meri ezt képviselni. Ez van már kivétel az összes nyugati Igen, de ez Én már van. extra kivétel a úgynevezett nyugati, az úgy demokrácia. Én úgy mennék tovább, mert az idő az rohamosan. Olyannyira, hogy te mondod a végszót. Igen. Hogy kavarnak a kedves barátaink, ugye? Úgy kavarnak, hogy A. A választott demokráciák által hozott törvényeket fölülről semmisítgetik meg. Küldözgetik itt nekünk, hogy az Európai Bíróság, meg különféle brüsszeli fórumok, hogy melyik törvényt kell fa farba rúgni, mert nekik nem tetszik, hogy ez egy. A másik pedig tolják orba azokat a direktívákat, amit neked be kell iktatni a törvénykönyve. Tehát a folyamat ma már nem alulról képződik a jogrendszernek a paragrafusa, hanem fölülről ide küldik, ide küldik olyan, mint amikor a megfelelő gyerek mondta, hogy hát a barátomat megválasztatom a testvéremet, nem, nem akarom a folytatást, ugye, meg nem akarom ezt a, a és Tehát ez a lényeg, és ezt istenítik. Na most ehhez vannak fölszerelve, fölkantározva, civil szervetestől, Mindenestől, Ennél rosszabb hírem is. És azokat, akik a jogszolgáltatás területén dolgoznak, pedig folyamatosan érzékenyítik. Az érzékenyítés alatt sok mindent lehet érteni. Egyrészt az agyukat megpróbálják elcsavarni, de ha nem megy normálisan, akkor némi motivációt, és akkor nagyon finoman fejeztem ki magam és mellékelnek. Magyar társulatokból is neveket tudnék említeni, akik baromira meglettek már motiválva, meg meglettek, hogy mondjam, nevelve ennek megfelelően, ugye? Tehát gyakorlatilag hova tovább eljutunk oda, ha így mennek a dolgok tovább, hogy kétségbe vonják, hogy szuverén nemzeti alapon te az országodban Működő törvényeket megalkothatod, vagy nem alkothatod meg. Úgyhogy észnék kell lenni, kedves barátaim, és azt kell mondanom, hogy hagyjuk a nagyon vett tiszta dolgokat, mert akkor soha nem jutunk a dolgok végére, hanem fogjuk gyakorlatilag, mint annak idején Hunyadi János, meg Kapisztrán, ugye, és üssük, vágjuk a törököt. E jó, akkor én mondom az utolsó mondatot, mert ezek, akikről itten beszéltünk, és akik ezt a fajta világot próbálják meg mindenkire ráerőltetni, hál' Istennek annyira idióták egy bizonyos szinten, hogy Igen, még, ő, még önmaguk logikájában sem képesek gondolkodni. Jogállam, ugye innen indultunk el. Na most ezek úgy képzelik el a jogállamot, majd Egyesült Államok, ahol Soros György neveztet ki ügyészeket azzal a céllal és feladattal, meghatározott feladattal, hogy ugyanazon bűncselekmények elkövetéséért más-más mód ítélet szülessen. Mert ha, feket, Ez ha fekete vagy, meg migráns vagy, vagy, vagy. Akkor, akkor, akkor gyilkolsz, akkor az kisebb mint hogyha ezt fehérként teszed. Ők így képzelik a így jogállamot. Van. Így van. Többek között. No. Uraim. És még hosszasan lehetne erőduma. Jövő héten folytathatjuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten várjuk önöket. Addig is minden jót. Viszont hallásra, viszont látásra.